Kordiális üdvözlettel köszöntelek az Asapén Kivészet csatornáján. Én Atesz vagyok. Ebben a videóban a DJI Osmo Pocket 2-esről lesz szó. A DJI Osmo Pocket 2-es igazából egy akciókamera, ami alapból rá van applikálva egy kis gimbalra. Vlogoláshoz, B-kamerának és természetesen akciókamerának is egy elég erős választás. Szerintem 100-szor jobb, mint mondjuk egy telefont ráakasztani egy gimbalra. Elég sok kreatív lehetőséget belepaszíroztak ebbe a kicsi kis kamerába. Ilyenek például a gimbal módok, a 4K, a különböző timelapse módok, a rengeteg kiegészítő, de ne szaladjunk ennyire előre, haladjunk szépen sorjába. Ha esetleg már tudsz valamit a Pocket 2-esről, vagy csak arra a részre szeretnél ugrani, ami téged érdekel, akkor ezt megteheted. Itt a videó alján ott lesznek a szekciók. Nekem a Creative Combo nevezetű pak van meg. Igaz, hogy jóval drágább, viszont elég sok kiegészítőt kapsz alapból a Pocket 2-eshez. Ilyen például a Do It All Handle, amit most láthattok, ez ahhoz kell, hogy wireless-t tud csatlakoztatni a Pocket 2-esedet a telefonodhoz, vagy pedig a Bluetooth mikrofont tud párosítani a Pocket 2-essel. A Bluetooth mikrofon egy Dead-kettel a tetején, amit természetesen le lehet venni. Egy joystick irányító eszköz, külön csatlakozók Androidhoz és almás eszközökhöz. A joystick és a telefon csatlakozók azok egyébként ide előre mennek föl, így bele kell csúsztatni, bekattani és kész is. Ha ugye rendes beállításokkal akar videózni az ember fényes napsütésben, akkor elengedhetetlenek az ND filterek. Szerencsére a Pockethez többfajta ND filter is rendelkezésre áll, és ezt csak rá tudjátok egy mágnessed ide pattintani, és már a helyén is van, és ott is marad. De ezek az ND filterek külön kaphatóak természetesen. Kezdjük a bekapcsolással. Két mód van rá, kettő darab gombbal, attól függően, hogy merre akarod, hogy nézzen a kamera bekapcsoláskor. Beszélő fejet akarsz játszani a vlogoláshoz? Akkor itt az oldalsó gombot nyom meg, és a kamera felét fog fordulni, és még bólogat is egyet. Ha azt akarod, hogy ne téged vegyen a kamera, hanem az akciót, ami előtted történik, akkor ezt a kerek gombot kell megnyomni. Ez egyébként nem csak egy bekapcsoló gomb, a különböző módok között is tudsz majd váltani vele. Természetesen használat közben is lehet váltani kamera nézetet, de ezt majd a menüben mutatom meg. Ha már a gomboknál vagyunk, a nagy piros gomb mindenki meglepetésére a felvétel indító gomb. Aztán ott van a joystick, ezzel egyszerűen tudod irányítani a gimbalt, le, föl, vagy éppen zoomolni is ezzel tudsz. A joystick melletti gombbal a gimbal módok között tudsz váltani, ezeket majd megmutatom, ne izguljatok. Ezzel véget is ért a fizikai gomboknak a Pocket 2-esen, és hát felmerülhet bennetek a kérdés, hogy de hát hol vannak az említett szuper feature-ök, hogyan tudom beállítani. Mindent elérhetsz ezzel a nagyon icipici képernyővel. És tényleg nem viccelek, amikor azt mondom, hogy icipici. Ha nem jó a szemed, kelleni fog a szemüveg, különben lábon lőtted magad a Pocket 2-essel. Egyébként egy elég responszív érintő képernyőről beszélünk, majdnem mindent meg lehet nyomni rajta. A fő menük a képernyő jobbra, balra, leföl húzogatásával érhetők el, mind a négy oldala képernyőnek valamilyen menübe fog vinni. Kezdjük a legegyszerűbbel, hogyha jobbra húzod a képernyőt, akkor a galériába jutsz. Ezen nincs mit túl sokat magyarázni, de tudsz törölni és megjelölni videókat kedvenceknek ezzel a kis szívecskével, így elő tudod válogatni már a gépben a kívánt videókat. Ha vissza akarsz térni a kezdőlapra, akkor az ellenkező irányba kell húznod a képernyőt, vagy nyomd meg ezt az alap mód gombot, és ez vissza fog vinni egyel a menübe, aztán utána vissza a fő menübe. Ha fentről lefelé húzod a képernyőt, a
akkor eljuthatsz a settingekbe. Kezdjük a jobb oldalt. Itt tudod csatlakoztatni a mikrofont, de arra figyeljetek, hogy a Do It All handle az fel legyen rakva, különben nem tudjátok majd csatlakoztatni a Bluetooth-os mikrofont. Első alkalommal kapcsoljátok be a mikrofont ezzel a gombbal, aztán ha megnyomjátok ezt a felső gombot, akkor párosító módba lép, és hogyha itt megnyomjátok az ikont a pocketen, akkor látszik, hogy már hozzá is csatlakozott. Későbbiekben ezt egyébként nem kell megtenni, hogyha kikapcsolod a mikrofont, aztán kikapcsolod a pocketet, majd bekapcsolhatod előre a mikrofont, aztán utána a pocket kettesedet, és amikor felállt, akkor kiírja, hogy a handle connected, aztán látszik, hogy a mikrofon is csatlakoztatva lett. Ha egyel visszamegyünk, akkor itt tudod állítani, hogy pro módba legyél, vagy sem. Én azt ajánlom, hogy mindenképpen kapcsoljátok be. Ez kell ahhoz, hogy manuálisan tudjátok állítani az exposure-t a Pocket 2-esben. Ha egyel visszamegyünk, akkor igazából megérkezünk a Battery Saver módhoz. Ha be van kapcsolva, akkor ezt a battery-t írja. Hogyha ki van kapcsolva, akkor ezt a quality ikont fogja mutatni. Ez igazából annyit fog csinálni, hogyha a quality-ben van, akkor magasabb bitrate-tel dolgozik a Pocket 2-es, viszont jobban fogja gyilkolni az aksit. Én azt vettem észre, hogyha nem 4K 60 fps-ben felvételeztek, akkor nyugodtan tartsátok a baterin, több ideig bírja a Pocket, de nem fogtok észrevehető minőségromlást látni semmiben, legalábbis én ezt tapasztaltam. Ha ti máshogy láttátok, akkor kérlek írjátok meg kommentben. Ha fotómódban vagytok, akkor ennél a menüpontnál tudtok megapixelt állítani, 16 vagy 64. Ezzel a kis fej ikonnal a glamour módot tudjátok kibe kapcsolni. Bevallom, én ezt egyáltalán nem használom, úgyhogy nem is fogok beszélni róla. A fogaskerékkel kapunk még 2 darab oldalnyi opciót. A full screen opciót tudjátok kibe kapcsolgatni. Ez igazából annyit tesz, hogyha bekapcsolod, hogy a teljes 4:3-as képarányt kitölti a kép, de itt csak annyi történik, hogy bezoomol, hogyha fókuszt akartok csekkolni, akkor ez esetleg hasznos, de amúgy egyáltalán nem. A második opció a storage, itt igazából tudjátok formattolni a memóriakártyátokat, ezt jegyezzétek meg. A harmadik opcióval tudod kibe kapcsolni a face trackinget. Ha arcot talál a Pocket 2-es, akkor lokkolni fog rá, és azt fogja követni. Ezt egyébként egész jól tudja csinálni, bár nem mindig találta meg elsőre az arcomat. Az Accessories menübe, hogyha bementek, akkor ebből a 4-ből igazából ez az egy, ami fontos. Itt tudjátok megadni, hogy ennek a joysticknak milyen legyen az érzékenysége, mennyire gyorsan zoomoljon, vagy mennyire gyorsan kezelje a gimbalt. Szerintem ezt érdemes alacsony értékeken tartani. Ha átnyargalunk a második oldalra, akkor itt tudtok kalibrálni, anti-flickert állítani, és nyelvet is itt a More Options alatt. Ha megyünk még egyet jobbra, akkor a vízállótokhoz érkezünk. Ez értelemszerűen csak akkor hasznos, hogyha egy vízállótokba rakod a Pocket 2-est. Ez egyébként annyit csinál, hogy egy más szögben tartja a gimbalt. Az utolsó ikonnal pedig azt tudjátok megadni, hogy ez a joystick mozgassa a gimbalt le, föl, jobbra, balra, vagy pedig zoomolni tudj kibe. Szerintem hagyjátok ezen a pen tiltes módba, mivel ilyenkor itt oldalt van egy plusz-minusz ikon, ez egy csúszka, amit hogyha leföl húzgáltok, akkor tudtok zoomolni kibe. Következőnek nézzük a control settingeket, ezt úgy tudjátok elérni, hogy lentről fölfelé húztok egyet a képernyőn, tegyük fel, valamiért veszed az eget, de gyorsan vissza akarod állítani a kamerát alappozícióba, akkor hogyha ezt megnyomod, akkor vissza fog állni horizontálisan és mindenhogy a gimbal. Ezt egyébként az alap mód választó gombbal is meg tudod tenni, kétszer kell megnyomni, és akkor nyom egy recentert a gimbal. A második ikonnal tudsz nézőpontot váltani, tehát hogy felét forduljon a kamera,
vagy fordítva, ez csinál egy swapet. Ezt is tudod állítani az alapmód választó gombbal, ilyenkor háromszor kell megnyomnod ezt a gombot. A harmadik ikonnal azt tudod állítani, hogy milyen gyorsan kövesse a mozgásod a gimbal, gyorsan vagy lassan. Ha nincs joystickes irányító kiegészítőd, akkor itt tudsz váltani a gimbal módok között. Ha viszont van joystickes kiegészítőd, akkor az azon lévő gombbal tudsz váltani a módok között. Ha balra húzzátok a képernyőt, akkor a felvételi módok között tudtok váltani a Pocket 2-esben. A legfelső az a Story mód, ebbe igazából előre programozott beállítások vannak. Ki tudod választani, hogy milyen mozgást végezzen a gimbal, ha ezt még oldalra húzzátok, akkor itt van például a zoom. Itt alul láthatjátok, hogy hány szekig fog tartani. Ez az előre beprogramozott mozgás, és hogyha megnyomjátok a felvételt, akkor alapból azt fogja csinálni a Pocket 2-es. Aztán ott van a panó, a panoráma felvétel. Be tudod állítani, hogy mekkora legyen a panoráma felvétel, és időzítőt is tudsz ráadni. Fotomódban képarányt és időzítőt tudsz állítani. Videomódban pedig felbontást és FPS-t tudsz megadni. És egyébként ugyanezt fogod megtalálni a HDR módban is. Található dedikált slow-mo mód is a Pocket 2-esben. Itt a felbontáson nem tudsz választani, viszont meg tudod adni a lassításnak a mértékét, és ilyenkor egy alapjáraton belassított videót fogsz kapni magába a Pocket 2-be a memóriakártyádon, nem úgy, mintha csak 60 vagy 120 FPS-sel vennél, azt ugyebár postban neked kell majd visszalassítani. A slow-mo módban egy lassított videót fogsz kapni. A timelapse menüben pedig tudsz kiválasztani sima timelapse-et, motionlapse-et és hyperlapse-et. A motionlapse-be egyébként tudsz teljesen egyedi útvonalat megadni. Be tudod előre állítani, hogy merre forgolódjon a timelapse során a gimbal. Beszéljünk egy kicsit most a gimbal módokról. Ugye a Pocket 2-es az rendelkezik egy gimbollal, ami igazából három irányba tud mozogni, mint ahogy a legtöbb gimbal, és a különböző módok segítségével tudod megszabni, hogy hogyan viselkedjen a gimbal. Három mozgás az ugyebár abból áll, hogy pen, ez a jobbra-balra mozgást fogja mutatni, aztán van a tilt, akkor a le-fölmozgásról beszélünk, és van a roll, amikor oldalasan megdöntöd a kamerát. A különböző módokat ugyebár ezzel a kis gombbal tudod váltani, de én most a menübe fogom csinálni, úgy jobban látszódik. És kezdjük is a follow móddal. A follow a pen és a tilt mozgás követi. Ha csak be akarod kapcsolni a kamerát és körbe mutogatni a környezetet, jobbra, balra, le, föl, és nem akar semmi extra dolgot csinálni, akkor ez lesz a best mód. Tehát a kamera követi az oldalmozgást, a leföl mozgást, de mindig V-sit-ben tart, hogy ne dőljön semmi. Aztán a következő mód az a tilt locked. Oldal irányba mozog, a leföl mozgást azt nem követi, és továbbra is V-sit-ben tart. Vlogoláshoz ez elég hasznos, nem lesz olyan, hogy a kamera elkezd felfelé nézni, miközben te sétálsz és mozog a kezed. Ha a POV videót készítesz, és a mellkasodra szerelsz egy pocketet, akkor is ez lesz a legbiztonságosabb mód. Aztán ott van még az FPV nevezetű mód. Az FPV az mindent követ, tekerheted össze-vissza a gimbalt, szépen fog fordulni minden irányba, amerre mozdítod. Ha valami kreatív mozgást szeretnél felvenni, vagy videoklipes tekergést szeretnél berakni a videódba, akkor ez lesz a mód rá. Aztán van még egy bónusz mód, azt úgy hívják, hogy logged.
ezt igazából csak úgy tudod elérni, hogyha ezt a módkombot folyamatosan lenyomva tartod, ilyenkor megjelenik egy kis alakat is a képernyőn, semmilyen mozgás nem követ a gimbal, hanem tartja a pozícióját. De csak addig, ameddig nyomva tartod a gombot. És akkor nézzük meg egy videó módot. Ugyebár itt alól láthatod, hogyha szeretnél felbontást állítani menet közben, akkor azt itt is meg tudod tenni. És akkor nézzük meg az exposure beállítást. Itt ezzel a Pro gombbal tudtok belépni, és ott is a exposure-t, hogyha állítjátok, akkor két lehetőségetek van. Van az autó, és van a manuál. Manuálba ugyebár rendes shutter speed-et tudtok állítani, és beállíthatjátok a pontos ISO értékét, míg autóba expozíció kompenzációt tudtok állítani, és megadhatjátok a maximum ISO értéket, afölé nem fog menni a Pocket 2. Még itt a Pro módban tudtok állítani fehér egyensúlyt autóra, vagy meg tudtok adni konkrét white balance-et. Aztán itt van még a color, ez eléggé fontos és jó dolog. Tudtok állítani normált, ezt nem kell nagyon magyarázni, de viszont hogyha átváltatok, akkor igazából kaptok egy log profilt, legalábbis nagyon hasonlót egy log profilhoz. Itt igazából kb. Kevéssé lesz kontrasztos a kép, a szaturáció is enyhe lesz, így nagyobb mozgástered lesz színeket állítani utómunka során. Azonban, ha nem vagy otthonos ebben, hagyd normálon, mivel csak egy szürke, semmilyen videót fogsz kapni, ha nem utómunkázod meg. Még itt a Pro menüben tudsz autofókuszt állítani, és itt a második oldalon audiós beállításokat fogsz találni. De ezek a beállítások igazából maradhatnak úgy, ahogy vannak. És akkor beszéljünk azokról, amikről egy kicsit most kimaradtak. Ilyen a battery, az akkumulátor, hát az elég alacsony a teljesítmény, nem bírja túl sokáig, maximum 2 óráig, szóval mindenképpen rakjatok be egy powerbanket, hogyha a DJI Osmo Pocket-tel felvételeztek. Nem cserélhető benne az akkumulátor, ez is igazából egy mínuszpont, de legalább gyorsan fel tud tölteni. Aztán további negatívum, hogy nem vízálló, hogyha vízállóságot szeretnétek, akkor kell hozzá külön tok, de ez egy elég nagy tok, úgyhogy hát hogyha ténylegesen víz alá mentek, akkor okés, de amúgy egyébként nem lehet jó használni. Aztán ott van még a DJI Mimo app, sok mindent lehet vele csinálni, még editálni is tudsz, ha valamiért telefonon akarod ezt csinálni. Továbbá az appal a telefonod egy remek remote-ja lehet a Pocket 2-esnek, úgyhogy szerintem ezt mindenképpen próbáljátok ki. Nagyobb a képernyő, látod a videót, módokat válthatsz, beállíthatod az expót, indíthatod, megállíthatod a felvételt, egyszerűbb beállítani a gépet rajta, mint hogy a gombokat és a touchscreen-t nyomkodod, viszont hát a wireless connection miatt így még jobban eszi az aksit a Pocket 2-es. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt is, és áldás békesség a viszontlátásra!